Sziasztok! Előző videónk végén megígértük, hogyha a budapesti Korvin Mátyás gimnáziummal kapcsolatos írásbeli kérdésünkre a belügyminisztériumtól válasz érkezik, akkor egy újabb videóval jelentkezünk. Nos, hát ez a válasz megérkezett, de hát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy előzetesen nem egy ilyen semmitmondó, félrebeszélő, mellébeszélő választra számítottunk a belügyminisztériumtól. A belügyminisztérium részéről Rétvári Bence államtitkár adott választ. Ugye az eredeti kérdésünk úgy hangzott, hogy mit kíván tenni a kormány annak érdekében, hogy az idei érettségit biztonságban megfelelő mennyiségű tanárral tudják lebonyolítani, hiszen az előbb említett gimnáziumból olyan visszajelzéseket kaptunk diákoktól és tanároktól is, hogy például ebben a budapesti iskolában nincsen annyi tanár, hogy biztonságosan fel tudják készíteni a diákokat az idei érettségire. A mostani videónkban ezt a három államtitkár úr részéről elhangzott érvet elemezném egy kicsit, és hát ebből a három évből kiderül az, amit már korábban a sajtótájékoztatóban is említettem, hogy ezek a politikusok, a kormánypárti képviselők teljesen elrugaszkodtak a valóságtól, és elefántcsontornyokból nézik a magyar oktatás helyzetét és a magyar pedagógusok helyzetét. Első érv a pedagógusok bérével kapcsolatos. Az államtitkár úr válasza szerint a pedagógusok átlagbére hamarosan el fog érni a 800.000 forintot. Ez valóban igaz, csak nem Magyarországon, hanem külföldön. Ugyanis a pedagógusok bére hazánkban a valóság azt mutatja, hogy nem, hogy a 800.000 forintot nem éri el, de a diplomás átlagbér szintjét meg sem közelíti. Az államtitkár úr nem csak a kérdésünkre adott válaszban, hanem a parlamentben is beszélt erről. Nézzük meg! És bízunk benne, hogy két év múlva januártól már egy valahol 770 és 800.000 forint közötti átlag pedagógus bérrel számolhatunk. A második téma, amelyre az államtitkár úr kitért, a státusztörvényként elhíresült, a kormány által hamarosan benyújtani kívánt új törvényjavaslattal kapcsolatos, amellyel kapcsolatban az államtitkár úr a következőképpen nyilatkozott meg. Ezen túlmenően a kormány a pedagógusok társadalmi megbecsülését kifejező új jogállási törvény megalkotására tett javaslatot. Ennek keretében előtérbe helyezi a teljesítmény alapú besorolást, optimalizálja az előmenetelt, valamint lehetőséget biztosít a munkavállaló és a munkáltató számára a teljesítmény alapú bérezésre. A javaslat növelni kívánja a munkáltatók önállóságát. Lehetőséget biztosít a rugalmas és hatékonyabb munkaszervezésre, a feladatok ellátása során a felelősségi körök megállapításának optimalizálására, és megteremti annak lehetőségét, hogy a szülők igényük esetén fokozottabban támaszkodhassanak a köznevelés intézményrendszerére. És hát akkor az államtitkár úr által elmondottak után nézzünk rá a valóságra, hogy tulajdonképpen a belügyminisztérium által közzétett törvényjavaslat milyen részletszabályokat is tartalmaz. Első probléma, amit mindenképpen ki kell emelnünk, hogy a pedagógusoknak a feladatellátási helye változhat a következőkben. A pedagógusoknak nem ott kell tanítaniuk, ahova eddig felvették őket, hanem a tankerületen belül bárhova áthelyezhetik őket, és ez sokkal kiszámíthatatlanabb munkavégzést jelent számukra. A következő szempont pedig a felmondás idejükkel kapcsolatos, amely ugye az eddigi két hónapról fél évre módosul, és ez alatt a fél év alatt sem mentesülnek a munkavégzés alól, amellyel ugye nyilván akadályoztatják őket a következő munkájuk megkezdésében. Ami egészen felháborító, hogyha ezt a törvényjavaslatot elfogadják, akkor a továbbiakban a laptopjukba és a telefonjukba is bármikor belenézhetnek, ezzel nyilván hozzáférve a privát üzeneteikhez, valamint a munkaidejük után sem szabad megnyilvánulniuk negatívan a közoktatás helyzetéről, pozitívat pedig nem igazán tudnak mondani. A harmadik téma, amelyre az államtitkár úr válaszolt, pedig az a kérdésünk volt, amelyben azt kérdeztük, hogy a kötelező oltással ellehetetlenített és állásukból kirúgott tanárokat mikor és milyen módon szeretnék kárpótolni. Ezzel kapcsolatban az államtitkár úr a következőket mondta. A védekezés sikeres volt, a fertőzés terjedését többek között a pedagógusok kötelező oltásával sikerült megállítani. Egészen elképesztő, hogy Rétvári Bence tulajdonképpen ezzel azt állítja, hogy a koronavírus elleni védekezés egyik sikerét az adta, hogy több száz, több ezer pedagógust kizárólag azért rúgta ki munkájából, mert nem volt hajlandó engedni a zsarolásnak, és nem oltatta be magát. A Mi Hazánk mozgalom már a kötelező oltás bevezetésének időszakában azt követelte, hogy senkit ne rúgjanak ki kizárólag azért, mert nem veszi fel az oltást. Most pedig azt követeljük továbbra is a kormánytól, hogy azokat, akiket mégis kirúgtak azért, mert nem vették fel az oltást, azokat azonnali hatállyal kárpótolják. Ezekből az államtitkári válaszokból is pontosan látszik, hogy a kormány továbbra is hülyének nézi a pedagógusokat. Nem kívánnak érdemben foglalkozni azokkal a problémákkal, amelyek az elmúlt 30 év során nemhogy megoldódtak volna az oktatást illetően, de csak tovább romlottak.
Ilyen probléma például az, hogy még mindig 16 ezer pedagógus hiányzik az oktatásból, és a státusztörvénnyel kapcsolatban már most 5 ezer pedagógus jelezte azt, hogy ha az országgyűlés elfogadja ezt a törvényjavaslatot, akkor ők is otthagyják ezt a pályát. A Mi Hazánk mozgalom ezzel szemben azonnali 45%-os béremelést, a szakmai szabadságuk visszaállítását, a túlterheltségük csökkentését és a tanári pálya presztízsének visszaállítását követeli a kormánytól. Rég volt abból, hogy a kormány tanáraink ellen folytat harcot, azok ellen a tanárok ellen, akik a jövő nemzedékét hivatottak felkészíteni az életre. Ezek a tanárok határozzák meg a jövő Magyarországát, őket támogatni és megbecsülni kellene, nem pedig ilyen semmitmondó válaszokban lenézni és hülyének nézni őket, mint ahogy ezt tette Rétvári Bence is.